A gyűjteményében két szádárnyék kosztüm van, az egyik szerintem 100% hogy nem Rothschild, a másik az viszont a gyönyörű szép ilyen hárnyó sejem santó, az feltetlen külföldi anyag, és annak az egész hogy kik voltak a leghíresebb kliensei, és akkor rögtön azt is tegyük az, hogy ezek a ruhák megvannak-e, kutathatóak-e. Amikor én elkezdtem a kutatásomat, akkor legképpen a 40-ről tudunk, hát minden sokkal-sokkal több ruha volt, de amíg megvan, ugye készülünk kiállításra, tehát majd ott lehet a nagy érdemben kezdve találkozni. Addig meg lehozhatják a padlásról. Kik voltak a híres vevői? A magyarországi összes mérső, akinek van a külföldi állami díjat kapott, azok nem biztos, hogy csináltatták a Rothschildnál ruhát. A legismertebb mondjuk, aki visszatérő pénz volt a Sóta, ki nagyon tudott divatozni, és elég extravagáns öltözködése volt, és az Irén egy ilyen ez a Tito név volt, aki viszont ellentétben Tamás Kamával, ugye Kádár névvel, nagyon tudott öltözni, tehát egy díva volt, egy elképesztően dekoratív nő volt. Olyan széles, gyönyörű mosolya, hogy nem véletlenül fogta meg ő a Titót. Ő gyakorlatilag egy Kennedy név, szocialista verzió volt, tehát ő egy ikon lett. Hárman öltöztették a Titonét, az egyik a Rothschild volt. Egyébként meg rendszeresen az összes lévi programnak, tehát a külföldi diplomácia női tagjai azok is. Igen, a Faradiba járt egyszer, majd utána még rendelt úgy is, hogy nem jött már Budapestre, hanem küldték neki a új kollekciót, és akkor abból választott, és akkor nem voltak a méretek, és kiküldték neki. Osztrák kliensei is voltak azért a Rothschild, mert nagyon közel volt, és ugye harmad-negyedáron kapták meg effektívni az eredeti modelleken. Például az 1968-as Tánzal Fesztiválra az összes ruhát, tehát például a Marie-Josée-t azt érdemes megnézni mindenetet, helyes kis ilyen mini ruhája, de ilyen csillogó derekkel, gyöngyökkel kivált kis manzsatája van meg galléria. A Rothschild csinálta, illetőleg egyébként még az 50-es, 60-as években is számtalan filmjelmet is készítettek. Van a másik ilyen botrányos kliens, a Gábor Zsaza, neki már az édesanyja is volt kliens a Rothschildnak még a két világháború között, egy kultúrtörténeti toposz lett a Rothschildjára. Aztán ismét várom őket a vasárnapi válogatás utolsó fél órájában, melyben megismerhetik az év apukáját. A versenyt egy magazin indította el. Thank you.
világban. 17 óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Bártfai Kinga. A mikrofonnál Szlotta Judit.